Sziasztok! Szeretettel üdvözlök mindenkit! Na most egy bejelentést szeretnék számotokra mondani, hogy miért nem voltak videók, vajon miért nem teszitek ugye fel a kérdést nyilván. Na most, az a helyzet, srácok, hogy körülbelül 4 hete beklepált a telefonunk. Sziasztok! Voltak videók rajta, erdőn is videóztunk, mert gombás videók is voltak, mindegy, lényegtelen. Egy a lényeg, bekrepált a telefonunk. De viszont van egy jó hírem nektek számotokra. Vettünk egy videókamerát, HD, annyit elárulhatok, és nagyon kristálytiszta képeket is tud csinálni, és felvételeket is nagyon jókat, mivel 64 gigás memóriakártya van benne alapba. Úgyhogy nagyon jó minőségű videók várhatók a közeljövőben, srácok, ugye megígértük nektek, hogy fogunk venni majd egy videókamerát, és most ez az álom valósult is nekünk, és nektek is. Úgyhogy, ja, ez történt velünk, nem haltunk meg, nem öklelt fel a vaddisznó minket az erdőn, csak ugye történt egy ilyen kis malőr, hogy beklevált a telefon. De jobb is, nem most így a kamera, legalább most így jó gyorsan. Élve lett üdve ez a dolog, megölvéve, tisztább hanggal és tisztább képekkel, tisztább videóink lesznek, úgyhogy itt a közeljövőben nekünk ezzel nem lesznek problémáink. A másik meg annyi, hogy most egy régi álom fog azt hiszem nekünk valósulni, ugye főzős videókat is szeretnénk nektek biztosítani, úgyhogy ha találunk friss farkányát, akkor főzős videók is, idézőjelben főzős videók fognak lenni. Igen, hát gombás ételekről tulajdonképpen részben. Úgyhogy rókagombát azt találtunk tesómmal, csak nem sokat, úgyhogy videóra se volt egyetó. Egy kiló körülbelül. Ja, körülbelül találtunk. Voltak esők, de most ezen a héten, ha minden igaz, ha összejön, akkor már komolyabb mennyiségű rókagomba is fog nőni, több mint valószínű. A crossfotóról meg annyit szeretnénk mondani a CPSX 5-ről. Lesz egy teljes körű felújítás a motoron, olajcsere, hát meg ami ugye el van ugye egy kicsit fáradva rajta, akkor az így le lesz dobva, újjá lesz. Újjá lesz építve magyarul, alkatrészileg, meg minden. Úgyhogy, ja. De különben nagyon jó kis gép, sokat mentünk az erdőn vele. Ja, meg majd lesznek majd ilyen, hogy ki fogjuk vinni ezt a kamerát az erdőre, és majd ilyen instant videók fognak lenni, hogy beindítsuk, és akkor megyünk egyből, és akkor nem tudjuk, hogy hol a farkánya, hanem beindítsuk a videófelvételt, és akkor így együtt fogjuk veletek, nyilván. Megkeresni. Tehát itt nem lesz almos megakad, mint a telefonon megakad, meg mit tudom én, hanem ez veszi, ahogy kell. A memóriakártya is nagyon jó benne, 64 gigás lett belepattintva, úgyhogy nem kell félni gyerekek, hogy ez megtelik a memória, mert nem fog mostanában megtelni. Na, csak ennyit akartunk nektek mondani, hogy nincsen semmi probléma. Na meg ugye nagyon sokat dolgozunk, 16 és 18 órákat dolgozunk, és ugye nagyon sok. Ja, ez most ugye húzós nekünk, ugye valami a szezonban. Ugye aki benne van ebbe a dologba, az ugye nyilván érti és tudja, hogy ez mivel jár, valamit valamért. Pihenni jóformán nem is voltam még idén, nem csak a meló. Nem sokat pihenünk amúgy, csak a meló, de hát majd azt be fogjuk pótolni, úgyhogy ja. Szerintem többnyire mindent elmondunk, úgyhogy jól vagyunk, megvagyunk, a semmi rosszra ne gondoljatok, úgyhogy nagyon jó. Ja, mert bocsi, hogy tényleg így nem tudtunk. Bocsi, hát igaz, nem is tudta olyan jelezni, se nektek így jelezni, hogy igen, most akkor mi a gebaj, de most így legalább fogjátok tudni. Úgyhogy igen, lett egy HD minőségbe felvevő videókameránk, kis hordozható. Nagyon jó videók fognak úgyhogy jönni. És rengeteg. Rengeteg videóra, aha, mindenről. Erdőben jövünk, megyünk, tavasszal, nyáron, ősszel, télen, minden hónapban, évszakban. Úgyhogy ja, ennyit szeretünk volna
mondani nektek, úgyhogy Szavi Zoli, Szazó, sziasztok!